A klímaváltozás az utóbbi években érzékelhetővé vált Magyarországon is. A havas téli napok térségünkben szinte megszűntek, hosszantartó fagy sincs évek óta. Ez a mezőgazdaságra is komoly hatással van. A csapadék, ami tavaly az utolsó negyedében megszaporodott, ugye egy aszályos háromnegyed év volt előtte. Decemberben meghaladta 80 mm a csapadék, most januárban pedig indulás előtt megnéztem, 75 mm volt. Ez indulásnak, évkezdetnek nagyon jónak mondható, mert tavaly az első negyed évben ennek még a fele se hullott le. Ugyanakkor a hőmérséklet az problémás, tehát kellene egy olyan 10 napos fagyos időszak hóval. Ugye az őszi vetések állapota kinn a határban azt lehet mondani, hogy jó, illetve jó közepes jellemzően, és a jarovizáció szakasz az hiányzik ezeknek a vetéseknek, illetőleg a kártevők gyérítésére is kellene egy ilyen fagyos időszak. Ez ugyan a villamos energiaszámlákat, gázszámlákat ugye egy kicsit megemelné, tehát lenne egy ilyen káros hatása, de a mezőgazdaságban ez kívánatos lenne. Az év elején lehullott nagy mennyiségű csapadék belvizeket okozott, amelyek befolyással vannak az őszi vetésre. Tulajdonképpen akkor a csapadékba az elmaradás ezen a környéken, hogy elég gyorsan elnyeli most a csapadékot, de egyébként, hogyha ez faggyal párosulna, és megállna mondjuk a vetéseken, az kárt okozna. Az évszakhoz képest szokatlanul magas hőmérséklet már ügyező fákat eredményezett. Nagyon komoly következményekkel járhat, katasztrofális következménye lehet. Én magam is meglepődtem, január elején egy akácos erdőbe bementem, és rögtön, ahogy beléptem, érzékeltem, hogy a rügyek pattanás előtti állapotban vannak. Néhány méter után viszont találtam egy olyan bodzabokrot, amin már akkor 2 centis levél volt. Ez annyira eltérő a normálistól, hogy a szakirányító erdészt is felhívtam ezzel a jelzésemmel, és kiderült, hogy ők is tapasztalnak hasonlót, és ha tovább gondoljuk a dolgot, ha mondjuk februárban jön egy ilyen mínusz 15 fokos időszak, az tulajdonképpen a gyümölcsfák esetében az egész évi termést elviheti. Tehát ez az extrém időjárás, ez próbára tesz bennünket, most már azt lehet mondani, hogy évtizedek óta az alkalmazkodás egyre inkább követelmény, és szóval nincsenek sémák, nagyon figyelni kell. Mi mezőgazdászok a rutinszerűen úgy indul a nap, hogy az időjárás előrejelzéseket figyeljük, ugye ahhoz ütemezzük a munkáinkat. Ugye tavaly ehhez csatlakozott a háború miatt a üzemanyagárak, egyáltalán energiaáraknak a figyelése, és hát ezt kell ugye összehoznunk. A mezőgazdaságnak alkalmazkodnia kell az éghajlat változásaihoz. Gyorsítani kellene ezen az alkalmazkodáson. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem is néhány évről, hanem néhány évtizedről kell már beszélni. Tehát a 2000-es évek elején már a Bács megyei Agrárkamara indított egy az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó programot. Én annak idején néhány ilyen mintagazdaságot meglátogattam. Tulajdonképpen amiről ott szó volt, az sajnos mind bejött, tehát az a globális felmelegedés és minden káros következménye. Itt a Duna-Tisza közén mi különösen veszélyeztetett helyzetben vagyunk. A NASA-nak már vannak olyan térképei, ahol ezt a térséget sivatagnak ábrázolják.
klímával együtt a növényzet is változik. Az éghajlat változása pontosan ezzel a következménnyel jár, és ugye még egyelőre úgy felfigyelünk azokra a hírekre, hogy füge ültetvény van már Magyarországon, Lajos Mizsén ugye citromszüret, nem is olyan régen, néhány hónapja, akkor datolyaszilvával elkezdtek kísérletezni. Úgy általánosságban azt mondják, hogy tulajdonképpen Horvátországnak a déli részén folyó mezőgazdasági termelést kell majd elképzelni, adaptálni ide Magyarországra.